De nem kell, hogy mindenki szeresse, meg nem kell, hogy oda legyenek értem, de hogyha én nem csinálok semmi olyat, amivel bántanám a másik embert, akkor velem miért kell így viselkedni? Mert ugye nyilván arról nem tehetek, hogy roma származásúnak születtem. Most még korán van, még ebédidő sincsen, és azt kérdeztem tőled, amikor megérkeztél, hogy ugye még nem edzettél. De dehogy nem. Dehogy nem. Úgy indul a hetem, illetve minden reggelem körülbelül egy erőléti edzés. Láttam a videókat az erőléti edzésedről, és egyébként így tegnap este nézegettem őket, és azt mondtam, hogy nem is tudtam, hogy ennyiféle gyakorlat van. Igen. Ennyiféle dolgot lehet csinálni, mert ráadásul ilyen, nem ilyen klasszikus erősítő gyakorlatokat csinálsz, hanem ilyen tök kreatívak, vagy nem tudom, amiket én még nem láttam. Jó, nem a testmozgás a fő fókusz nálam, de hogy mégsem. Tehát hogy a labdával, hogy a kötéllel, a gumikötéllel annyira sokféle dolgot csinálsz, és ami nagyon tetszett, ezt többször is láttam, hogy van, ugye gondolom, ez ilyen gyorsasági meg reflex gyakorlat, amikor átdobod ezt a kis akármit ezen a kis pálcán, és elkapod. Ja, igen, a kislabdát a gyorsaság reflex miatt, igen. Ezt ilyen kis pihenőidőben szoktuk játszani. Jászberényi Laci az erőléti edzőm, és igazából ő állítja össze ezt az edzéstervet. Speciális gyakorlatok vannak, tényleg rengeteg olyan, amivel még én sem találkoztam, mert azt hozzá kell tennem, hogy nekem sosem volt még erőléti edzőm, de szerencsére most nagyon jó kezekben vagyok, és tényleg ilyen nagyon elképesztő gyakorlatokat talál ki, és minden egyes nap, amikor megyek, minden egyes edzés hatalmas kihívás. Azt mondod, hogy még nem volt erőléti edzőm, én mióta dolgoztok együtt? Szerintem decemberben lesz 2 éve, és igen, mindenki megdöbben ezen, mert ugye én versenyző vagyok. Hát igen. És nem, sosem volt még erőléti edzőm. Most készülök először vele. Mitől voltál erős? Szerintem az számít nagyon sokat, hogy fejben erős vagyok. Igen. Hát én lehetnék, az a meccset én lehetnék ugyan erős fejben, ide jössz és leütsz. Igen, meg hát hozzátartozik az is, hogy van egyfajta adottságom, illetve az, hogy én kézilabdával kezdtem, meg atlétikával, aha, és adott az nagyon jó alapokat adott. Láttam egy beszélgetést, ahol Szabó Dorisszal együtt voltatok, és ugye ott nyilván a szépségről beszélgettetek, arról, hogy te mit szeretsz, vagy milyennek szereted, vagy milyennek látod magad, és Doris csinált neked egy sminket. És amikor megjöttél, akkor mondtad, hogy te egyáltalán nem vagy egy nagy sminkes egyébként. Mert hogy úgy, igen, ez egy nagyon jó beszélgetés volt, borzasztó kedves volt, meg borzasztó kedves csaj, és nagyon jó volt vele beszélgetni. Úgy értettem azt, hogy nem vagyok egy nagy sminkes, hogy én nem tudok ilyen extra sminkeket csinálni, de nem vagyok egy nagy sminkmester, de nyilván szeretem a szép sminkeket. Mindig, amikor kapok egyet, akkor ment egy szép sminket, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy Istenem, én ülve fogok aludni, hogy le ne jöjjön. Tényleg annyira ilyen jó érzés szép sminkben lenni egész nap, és így látod, hogy tényleg mennyire szép vagy. Úgyhogy én szeretem nagyon a szép sminkeket, de az tényleg, hogy nem vagyok egy nagy sminkes, mert hát ugye én minden nap edzésen vagyok, úgyhogy nem is tudok ilyen vakolatokat magamra festeni, meg nem is akarok. Meg hát nem is... Igen, csak én nagyon minimálisat szoktam tényleg. Mikor szoktad magad festeni? Igazából minden nap. Minden nap? Persze, nagyon minimális alapdolgok, azok mindig megvannak, de tényleg nagyon minimális, én azt gondolom. Az, hogy a rengeteg edzés, mondjuk így a bőrödnek milyen, az, hogy izzadsz, az, hogy a hajadat mennyiszer kell mosni, az, hogy így hogy működik ennyi edzéssel a bőr meg a haj, az arról egy kicsit mesélsz nekem? Tisztában vagyok vele, hogy nyilván nem jó, hogyha alapozóban edz az ember, meg festékben, meg sminkben. Az alapozó sem mindig szokott felkerülni. Tényleg nagyon minimálisban szoktam lenni. Nyilván leszoktam mosni edzés után, nem edzés előtt, tudom, hogy az lenne a helyes. De a hajmosás is, ugye szokták mondani, hogy nem jó az, hogyha minden nap mosol, meg hogyha túl gyakran mosol, de azért egy sportolónál az azért
az azért kicsit máshogy működik, és szerintem gyakrabban is kell hajat mosni, ugye a sok edzés és az izzadás miatt. Én mondjuk szerencsés vagyok, mert a bőröm az elég jól bírja a sminket még így edzés közben is, úgyhogy igazából tisztában vagyok mindennel, hogy mit hogy kell csinálni. Az egy másik dolog, hogy nem teljesen úgy csinálom. Erőd van hozzá? Vagy nem tudom, hogy mert nekem most úgy érkeztél meg, mint aki, nem tudom, egy hét szanatóriumban volt, és ilyen kipihent vagy, ilyen laza, gyönyörű, tehát nem olyan vagy, mint aki erőléti edzésre érkezett. Nekem az van a fejemben, hogy aki erőléti edzésre érkezik, az olyan megviselt és megtépázott. De az feldobja az embert, úgy indul a napja, hogy fú, de jó, hogy ezt is teljesítette, hogy de jó, mert túl van egy edzésen. Igazából nem is úgy szoktam megélni, hogy jaj, túl kell lenni rajta, hanem de jó, hogy ma is teljesítettem azt a kihívást, amit a Laci kitűzött elénk. Élvezett közben? Tehát amikor csinálod, nem. Amikor... Nem. Nem? Nem, van amikor igen, de most is mászás volt lépcsőn, és ezt nagyon kegyetlen, soha életemben nem csináltam. Majd, hogyha tehetitek, akkor nézzétek meg, hogy mi az a mászás. Az visszafele mászol. Én megnéztem azt a videót is. Gyakorlatilag ugye az történik, hogy ott vagy a lépcső alján, és visszafele rákmászásba felfele mászol. Hát majdnem, igen. Hát most időre csináltuk, és... időre. És hát így az hetet kellett csinálni, az ötödiknél már azt mondtam, hogy úristen, Laci, ne. Pedig szóval, te jó állapotban vagy. Igen, de hát ez pont ezt tesz erősebbé, meg ez, ettől fejlődöm, hogy kilépek a komfortzónámból. Tehát így az elején még élvezem, és akkor az ötödik, hatodik, hetediknél már úgy vagyok fel, hogy nem élvezem. És a hátam közepére kívánom. Kettőt edzel egy nap? Amikor tehetem, akkor igen, amikor épp nincs sérülésem, akkor igen, de vissza kell ebből is venni, tehát hogy meg kell találni az arany középutat, hogy mi az, ami már nem lesz káros, illetve nem lesz kevés egy versenyzőnek. Mi az, amire most készülsz? Most arra készülök, hogy rendbe jöjjek, ugye pont ezt nem véletlenül mondtam, hogy meg kell találni az arany középutat, mert egy kicsit túlzásba vittem az elmúlt időszakban az edzéseket, úgyhogy sérülés lett az eredménye, úgyhogy igazából hol attól sérültél meg? Begyulladt a térdem. És az a baj, hogy ez egy olyan sérülés, ami már korábban is volt. És a begyulladt térdeddel mászol igen, a lépcsőt? Igen, mert ez nem terheli. Nem? Aha, jó. Igen. Nem lehet teljesen leállni. Ha rendben jössz, akkor mire készülsz? Mi az, amit nagyon szeretnél? Igazából olyan meccseken szeretnék elindulni, amiken még eddig nem indultam. Tehát, nyilván egy világbajnokság, hatalmas kihívás, meg lehetőség, meg nagyon menő is, hogy ott indulhat az ember. De vannak olyan versenyek, amiken én még nem indultam, és azokon szeretnék még, amíg még lehetőségem van, meg addig, amíg még össze tudnak drótozni a dokik. Nagyon fiatal vagy. Azért annyira nem már. Pont ezért is mondtam, hogy még azokon el szeretnék indulni. Azért 37 éves vagyok már, úgyhogy... De még... Úgyhogy mondjuk a sportban... Mennyi van ebben még neked? Hány év? Mivel számolsz? Én mindig azt mondom, hogy most az utóbbi időben, hogy már csak egy év. Hát igazából 40 éves koromig még tudnám csinálni, mert azt még engedik, hogy a ringben bunyózzunk, utána már csak tatamin. Meglátjuk. De a tested bírja? Igazából pont ezzel van a problémám, hogy annyi sérülésem van, hogy azért ezekre már nagyon figyelni kell. És nem biztos, hogy erőltetni kell a dolgokat. Nem véletlenül jött biztos ez a sérülés is, októberben részleges biceps szakadásom volt. Neked a sport az megváltás volt abszolút, nem? Igazából mondhatjuk így, igen. Amikor elkezdted keresni, hogy mi az ami a te utad, akkor... Ugye egy több sport is mondhatod, hogy volt kézilabda is, a kézilabdáztál is, de sok sportot kipróbáltál, meg több olyan sport volt, ami akár úgy is tűnhetett, hogy az lesz. Igen. Az lesz az út, ami meghatároz téged. Akkor hány éves voltál? Mit csináltál éppen akkor, amikor mondjuk elkezdtél kamaszodni, amikor ez a serdülő időszakod volt, a nővévállás, amikor először olyan
Kézilabdáztam. Kézilabdáztam? Sportoltam, és az volt az álmom, vágyam, hogy majd feljövök ide Budapestre, egy NB1-es vagy egy NB1B-es csapatban játszom, és akkor onnan már viszonylag egyenes és könnyű utam lesz a válogatottságig. Szóval nekem ez volt az álmom. De akkor is a tetejébe gondolkoztál? Persze, igen. Igen, mert én úgy voltam vele, hogy sehol nem fogadtak el, senkinek nem kellettem, és beszerettem volna bizonyítani, hogy jó vagyok, annak ellenére, hogy roma származású vagyok, és szerethető vagyok, mert hogy a családok, akiknél voltam, ők, én úgy éltem meg, hogy nem álltak ki mellettem, és eldobtak, és ezt valahogy kompenzálni szerettem volna azzal, hogy bebizonyítom azt, hogy én egy válogatott játékos leszek, és láttam azt, hogy a PIK Szegedet, a Fradit, a Veszprémet mennyire szereti a nép, és hogy mennyire jó érzés egy válogatott tagjának lenni, és én is ezt szerettem volna képviselni az országot. Amikor itt van egy vendég, akkor szoktunk azért beszélgetni pont erről, amit kérdeztem tőled, a nagylányávállás, meg a serdülés, amikor így az ember először elkezdi észrevenni magán, hogy ő is lány, meg átérezni az identitását. De olyan fura, mert valahogy most, ahogy beszélsz és hallgatlak, így egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy ez fókuszban tudott lenni. Tehát neked annyival nagyobb és annyival komolyabb problémáid voltak mindig, és annyival nagyobb dolgokkal kellett megküzdeni, és a nővé válás az egy nehéz ügy, de hogy olyan bagatelnek tűnik, meg olyan kis csacsiságnak tűnik azok mellett, amiről te beszélsz. Igen, igazából ez ugye már körülbelül az én harmadik családomnál történt, ugye akkor kerültem át, amikor már pont ez így aktuális lett, 9 évesen, és... Tehát 9 évesen kerültél a harmadik családodhoz. Igen, és a szüleim idősebbek, tehát teljesen más generáció, nekik van két saját gyerekük, velük azért lehetett beszélgetni, illetve én azt mondom, hogy inkább csak a Gabival, a fotoművésszel, aki itt van fent Pesten, de ezekről például egyáltalán nem tudtam velük beszélni, mert ugye más generáció, 9 évesen kerültem oda hozzájuk, nem is éreztem azt, hogy annyira közel tudtunk volna kerülni, kicsit így kellemetlen is volt erről beszélni. Például én szerettem volna sminkelni, és emlékszem, hogy titokban csináltam, amikor így nem látták, mert nehogy megharagudjanak, illetve nem lehetett ilyeneket csinálni, nem engedték. És már attól is így zavarban voltam, hogy egy kis minimális sminket feltettem a suliba. Nagyon szerettem volna szép körmöket, körömlakot, azt arra emlékszem. De nyilván azt sem engedték a suliban, mert hogy oda akkor az volt, hogy ugye a suliban nem lehet se festeni, se körömlakkal menni, tehát nem lehetett ilyeneket. És így nyilván szerettem volna beszélgetni ilyenekről, vagy a fiúzásról. Igen, szóval de, ki de az, nem, aki, ki nem. Az, hogy azért ezzel egyedül megküzdeni, általában azért van valaki, akihez fordulsz, hogyha egy jó barát, vagy egy olyan legjobb barátnő, vagy egy nagyszülő, nyilván a legideálisabb, hogyha az ember az anyukájával tudja megbeszélni ezeket a dolgokat. Neked volt valaki, vagy ez teljesen egyedül mentél végig ezen az úton? Így igazából voltak nagyon jó barátaim, de nem mertem ezekre rákérdezni, olyan kellemetlen dolognak tartottam, meg olyan idiótának éreztem magam, hogy azt hittem, hogy tudnom kellene ezeket a dolgokat, ilyen alap dolgokat, ami ugye alap most már, de én még nem tudtam, hogy senki nem beszélgetett rólam, senki nem beszélgetett velem az ilyenekről, és inkább nem is mertem megkérdezni semmit, úgyhogy így ilyen mély beszélgetésekben senkivel sem keveredtem ezzel kapcsolatosan. És egy nagyon nagy ugrás történt a te életedben, mert én most ahány interjút elolvastam és megnéztem veled, gyakorlatilag olyan nagy dózisban kapod most a visszacsatolást, ami nem csak ahhoz képest nagy váltás, ami a te életedben volt, hanem amúgy is, tehát hogy az összes női magazin, a jelölések, a rengeteg fotózás. Igen, én azt szoktam mondani, hogy ez ilyen kettős a dolog. Egyrészt azt szoktam mondani, hogy most már megérdemlem, úgyhogy ezekkel így élek is, ezekkel a lehetőségekkel is borzasztóan jól esik.
De tényleg úgy vagyok el, hogy most már megérdemlem, mert én rengeteget letettem az asztalra, meg azt gondolom, hogy egy címlapon nekem is ott van a helyem, mert hogyha kifestenek, mert mindenfajta szépet, jót rám adnak, megcsinálnak, akkor én is címlapfotóra kerülhetek. Tehát szerintem ez nem kérdés. A másik fele meg, hogy... Bocsánat, csak amikor megérkeztél, akkor éppen a testvéremmel beszéltem telefonon, és mondtam, hogy megjöttél, és annyit mondta, hogy úristen, annyira nagy rajongója vagyok a szépségének. Tehát nem azt mondta, hogy mennyire menőn sportolsz, meg mekkora bajnok vagy, meg, hanem annyira gyönyörű, úristen, de gyönyörű. Szóval, hogy itt most csak a nőiségre, meg a nővé válás, hogy nem merted volna megkérdezni, vagy nem merted megkérdezni azt, hogy milyen egy hogy kell kisminkelni magad, vagy hogy kell a szempilládat kifesteni, most pedig emberek, akikkel soha nem találkoztál, gyakorlatilag így arról beszélnek, hogy te milyen gyönyörű vagy, ami egy tény, ami teljesen független mindentől, és elvitathatatlan, és szerintem ezt most már te is tudod, és el is hiszed, de hogy azért a törődésnek, meg az, hogy kimondják, amit gondolnak, mert az emberek kimerik mondani neked azt, hogy szép vagy, hogy sikeres vagy, hogy menő vagy, hogy örül. Én nagyon örülök, hogy eljöttél hozzám, hogy elfogadtad a meghívásomat, hogy azért nem tudom, hogy nem nehéz ezt a hirtelen nyakadba szakadó sok dicséretet, meg szeretetet, meg csodálatot elrakni. Tényleg akkora az út, és akkora a különbség abban, amit érzelmileg kaptál, vagy nem kaptál, mit nem kaptál. Igen, ez a másik fele, tehát hogy az egyik része az, hogy megérdemlem, ez van bennem, a másik meg az, hogy úristen, most miért kapom ezt a sok jót, szinte meg sem érdemlem. Tehát ilyen nagyon kettős a dolog, és nagyon nehéz így elhinni is, hogy tényleg így az utcán is megállítanak, vagy a boltban is megállítanak, és akkor azt mondják, hogy nézem a videóidat, csináld, legyél egy kicsit magabiztosabb, ne legyél ennyire szerény, meg hogy szeretünk, szóval, hogy így ilyen, nagyon kettős a dolog, és még egy kicsit így meg is könnyezem a dolgot. El tudtad volna képzelni, vagy egyáltalán el lehetett képzelni abban a helyzetben, abban a szinte alig megkapott valamiben azt, hogy van ennyi minden, és hogy ennyi szeretés, meg ennyi törődés egyszer... Eljöhet? Nem. Vagy egyáltalán, hogy létezik? Nem, tehát nekem az vágyam volt nagyon, hogy a hazámat képviselhessem, mint sportoló, de ilyen mellékágak, meg ilyen plusz dolgok így eszembe se jutottak. Volt egy időszak, amikor ide feljöttem Pestre, és nagyon szerettem volna mondjuk modellkedni, és nagyon rosszul esett, hogy soha nem hívott senki, tehát én szépségversenyre jártam, és soha nem válogattak be igazából a döntőbe. Ezt te annak tudod be, hogy roma vagy? Igen. Ez egyértelmű? Tehát, hogy ezt lehetett tudni, akár kimondva, vagy kimondatlanul? Nem tudom, hogy simán lehet, hogy kimondva, tehát, hogy én nekem nincsenek illúzióim azért. Nem beszélnek a származásról ilyen helyeken, nyilván nem, meg nem fogják beismerni, tehát azért az emberek nem ilyenek, de azért az egyértelmű volt, hogy tehát én tényleg nem vagyok nagyképű, ezt mindenki tudja, aki ismer engem, meg én nem is szoktam úgy nyilatkozni, de én tényleg tudom azt, hogy szép vagyok, és egy szépségversenyen szerintem nagyon sokat számít az, hogy valakinek milyen az arca. Az a neve, szépségverseny! Igen, és nekem nagyon egyértelmű volt, hogy elmegyek egy ilyen versenyre, akkor be fognak válogatni, és nem, és tényleg láttam, hogy nálam rondább lányok kerültek be, arc ügyileg is, meg test ügyileg is. Én elismerem, hogyha valaki szebb vagy szép, tehát én meg is szoktam dicsérni. De az emberek nem ilyenek, és szerintem nem merik felvállalni azt, hogy egy romát támogassanak, hogy egy roma képviseljen bármit is. Most már azért változik a helyzet, mert ugye az Éva magazin is bevállalta azt, hogy én a címlapján szerepelhetek, az Elle is bevállalta azt, hogy a címlapján szerepelhetek. Szerintem ez nem bevállalás. De szerintem ez nekik... igen, mert az emberek nem tudnak azonosulni egy roma származásúval. Mert az emberek inkább az jut eszükbe róluk, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, hangoskodnak, ami tény és való, de van olyan réteg, akik nem ilyenek. Csak nem ez jut az embereknek eszükbe. Igen, most erről ne kezdjünk el, mert olyan sok minden, sok gondolat van a fejemben. De az, hogy
mondjuk neked egy olyan utat kellett választani, ahol egyszerűen megkerülhetetlen a teljesítmény, mert csak az van, ami ott történik, tehát nem szubjektív, nem műkorcsolyázni mentél, mondjuk, hogyha már a sportokról van szó, ami egy pontozásos, nem szépségverseny, ahol egyébként a főszponzor éppen lentül az első sorban, és azt mondhatja, hogy neki nem ő, hanem ő, mert szerintem ezt így ne csináljuk. Tehát ahol nem az emberi tényezők számítanak, hanem bemész és az ütésed. Tehát neked azért gyakorlatilag minden más ki lett zárva, hogyha ebből a szempontból közelítjük meg. Tehát az egyetlen esélyed az az volt, hogyha ez egy teljesen maximálisan objektív dolog. Én így igazából nem gondoltam bele, meg sőt, én nem is egyéni sportágban gondolkodtam. Ugye te kézilabdában. Hanem a kézilabdában, de valószínű, hogy így jobban jártam, mert itt tényleg az van, hogy csak saját magamat kell legyőznöm, és csak saját magamra számíthatok, és ha rosszul teljesítek, akkor csak saját magamat okolhatom, ha jól teljesítek, akkor az egész csapatot dicsérem, és velem vannak. Igen, igazából valószínű, hogy ez nem véletlenül történt így, hogy ebben tudok kiteljesedni. Azt mondta a Bödő, csak itt én nagyon szeretek, és nagyon sokra tartok, hogy az igazi haza szeretet az, amikor az, amit te csinálsz, azt nagyon jól csinálod. Hogy ő azt tudja tenni, hogy vicces, és megnevettet, akkor ő szereti a hazáját, mert azt építi, és azért tesz meg. És hogy ez mindenre igaz, hogyha valaki, nem tudom, jó beszélgetéseket csinál, meg amit hozzá tud tenni, hogy azért tulajdonképpen ez a hazaszeretet, amit te csinálsz, hogy a létező legjobb módon képviseled, és büszkeséget okozol, és úgy képviselsz minket, ahogy egyébként az utolsó erődön túl is képes vagy rá, mert hogy nálad konkrétan ez történik, hogy az utolsó erőd, az utolsó ízületed, és az utolsó csontod is ebbe benne van. Hát igen, szerintem jó érzés az egy sportolónak, hogy a hazáját képviselheti, és szerintem azért bármit megtesz, és egy sérülést nem akadályozhatja. És ugye Geszti Péter mondta nagyon jól, hogy milyen érdekes az, hogy az emberek mennyit bántottak, és én mégis az országot akarom képviselni. Igen. Ebben én nem gondoltam bele, de amúgy hatalmas nagy igazság van benne. Igen. Hogy azokat képviseled a végére, és azoknak is hozod a dicsőséget, akik egyébként nem érdemlik meg. Igen, de ez olyan, hogy egy kicsit nem önző dolog, de talán egy kicsit mégis, hogyha nekik dicsőséget hozok, akkor igazából magamnak is ugye dicsőséget hozok. Van benned egy ilyen, hogy már megmutattad? Szóval, hogy ugye egyrészt az, hogy példát mutatsz, meg irányt mutatsz azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk hasonlóan nehéz sorsúak, és esélytelennek, vagy kilátástalannak tűnik ebben a pillanatban a jövőjük, és akkor van egy példa előttük, hogy basszus. Tehát, hogy ott vagyok az EL címlapján, meg ott van a nyakamban az érem, meg szóval így mindenki velem akar beszélgetni. De hogy van benned egy ilyen... Elégtétel? Ilyen... Hát most olyan csúnyát mondanék szívem szerint, hogy tényleg ez a ti, akik csak elém álltatok, asszátok meg. Igen. Igen, van ilyen. Igen, van ilyen érzés. Meg a másik oldal egyfajta hála is, hogy így az interjúkon, a cikkeken, a beszélgetéseken keresztül, a tévén keresztül köszönetet mondhatok a nevelőszüleimnek. Én nem tartom már olyan nagyon szorosan velük a kapcsolatot, ugye nem sikerült azt a bizonyos nagyon nagy köteléket kialakítani velük, de én, hát ezt remélem, hogy tudják, de én nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon sokat köszönhetek a harmadik családomnak. És a második családod, és az első családod? Elsőre nem tudok mit mondani igazából, mert próbálom őket felkeresni amúgy, megkérdezni az okokat, hogy mi, hogy, mert hallottam ezt, azt, mindegy. Róluk nem tudok most még így nyilatkozni. Igen, a másodikban is benne van ilyen, de azért, mert én megkerestem őket, és a nevelőapám igazából, most én is csúnyán fogok fogalmazni, de le se szart. És én azért nagyon megharagudtam rá,
mert én nem kértem, hogy oda kerüljek hozzájuk. Én nem tehetek arról, hogy állami gondozott vagyok, arról sem, hogy roma származású vagyok, és ő, visszamentem hozzájuk pár éve, és ő csak ennyit mondott, hogy hú, de megnőttél, és nem volt rám kíváncsi, és nem tudom az okát. Tehát én nem bántottam, én nem én akartam oda menni. Tehát, hogyha haragszik valakire, akkor haragudjon a többi családtagjára. Tudják egyébként, hogy milyen sikeres lettél? Tehát, hogy szerinted az, nem tudom, hogy erről beszéltetek, de eljutott hozzájuk? Hogy... Biztos, mert igazából nem a képviségből, de nagyon sok helyen ott vagyok. Tehát igen, szerintem nem lehet kizárni, hogy valahol ne találkozzanak ezzel az egész történettel meg velem. De én nem is azért mentem oda, hogy erről beszéljünk meg, hogy itt felvágjak, csak kíváncsi voltam rájuk, és igen, igazából kicsit ők is megérdemlik azt, hogy lássák azt, hogy mennyire sikeres lettem, mert nem álltak ki mellettem. Tehát akkor van benned egy ilyen? Igen. Igen, ezt határoztam, azt kell. És én nem vagyok egy rossz indulatú ember. Ja, nem, de nem, én, de én meg nem magyarázt. Hát én nem, én bennem, valószínűleg ez lenne a legerősebb érzés, tehát, hogy el ne kezd szabadkozni, mert ez ilyen, persze. Csak, hogy így nem ilyen bosszú érzés, hanem ilyen elégtétel. Hanem elégtétel, hogy megcsináltam. Hogy ennek igen. Ellenére megcsináltam. Hogy ők nem tartottak semmire, igen. Meg nem kellettem nekik, meg nem álltak ki mellettem. Mikor mondták neked először, hogy szép vagy? Ó, azt már kiskoromban mondta a Gabi, a Csuszó Gabi. Igen? Igen, hát ugye egy fotóművész, úgyhogy egy kicsit más világban is él, meg ő már nagyon kiskorunkban fotózott is minket, úgyhogy ő volt az, meg amúgy szerintem egy kicsit az ő hatására is kezdtem el ezeket a szépségversenyeket kipróbálni, mikor ide feljöttem, mert annyit mondta, hogy milyen szép vagyok, hogy akkor most már elmegyek, és akkor megnézzük, hogy ott mit mondanak. Úgyhogy ő már kiskoromban is mondta. Miket hoztál? Mert látom, hogy nagyon kevés. Én meglepődtem, mert én nekem, hogyha csak egy szempillaspirált hozol, akkor is azt mondtam volna, hogy gyakorlatilag neked tényleg tök fölösleges, de azt mondtad, hogy szereted, meg szeretsz így. Igen, mert én imádom tényleg a szép sminkeket, és szívem szerint úgy aludnék, hogy ülve és leseljöjjön. De nem akartad, hát egy rengeteg sminkessel találkozom most, tehát például ott van a Doris, akivel tudom, hogy jobban is vagytok, hogy nagyon jó a viszony, hogy megtanítson. De úgy, hogy rendesen, hogy tényleg megcsinálod a felét, a másik felét, vagy nem tudom, hogy a Dorisnak mi a módszere, de biztos, hogy nagyon klasszul tanít. Igen, meg a legjobb barátnőm is amúgy sminkes, úgyhogy tőle is, mert ellestem egy-két dolgot, ami nagyon nem megy, ez a pirosító felhelyezés, ezt az Istennek se sikerül megtanulnom, hogy azt hogyan, milyen szögben, milyen vastagon, mennyit, de amúgy jó lenne, meg már gondoltam is rá, csak nem tudom, mennyire lenne hozzá tehetségem, de hát biztos múlik azon is, hogy milyen az oktató, úgyhogy majd meglátjuk, lehet, hogy később. Megpróbálom. Meg hogy mennyire érdekel ez téged, mert gondolom azért így most nem tartozik ez a prioritások közé. Bár biztos, hogy az, hogy ennyit szerepelsz, hogy ennyi helyre hívnak, és ennyi megjelenésed van, az egy kicsit így eltol a csajoskodás fele, nem? Tehát, hogy fotózások vannak, hogy felöltöztetnek, tök menő cuccokat hoznak, a legjobb sminkesekkel dolgozol. Ez lehet, hogy így kicsit fókuszba hozza azt, ami korábban nem volt a sport miatt. Igen, és ez ilyen kifejezetten jó, és pont pénteken voltam egy fotózáson, és így kérdezték is, hogy szeretem ezeket a sminkeket, és mondtam, hogy imádom, és tök jó, mert azt hiszik, hogy én nem szeretek ilyen női eszcucban lenni, mert itt most az volt, dehogy nem, csak így a sportból adódóan én nem tudok annyira magas sarkúban, meg ilyen elegánsabb ruhákban. A térded meg a bokád bírja a magas sarkút? Hát addig, amíg két lépést kell tenni, addig igen. Hát üldögélni tudok bennük. Jó, hát. De például szeretem a nagyon szép magas sarkú cipőket, és ilyen jó kis 15-20 centivel, sarokkal. Szóval én nagyon szeretem az ilyen csajos dolgokat, a szép sminkeket is, de általában ezek az ilyen alap dolgok, amik így vannak nálam. Csinálsz valami nagyon-nagyon alapot, amit tényleg egyébként szoktál? Ami nagyon-nagyon alap. Hát, vagy amit így meg tudsz magadnak csinálni, és jól is érzed magad tőle, vagy... Jó, hát nagyon minimálisat teszek csak fel, mert hát elméletileg lesz délután még egy edzésem, bunyós edzésem. De le is moshatod utána, hogyha akarod, mert van minden hozzá. Nem! Jó! Szóval ez smink, ugye az alapozó,
Jó, most lerágtam az összes körmemet, bocsi. Jó, de körömrágó testvérek vagyunk, azt már megbeszéltük, hogy sajnos ez a szörnyű szokás, ez közös. Há, pedig azt hittem, hogy már leszoktam róla. De hát neked nagyon például hosszabb körmöd nem is lehet, nem? Tehát, hogy... Elméleted lehetne, mert de nem ellenőrzik, de én engem zavar. Na de hogy lehet hosszabb körmöd? Nem ellenőrzik, de engem tényleg zavar, úgyhogy nem is. Mindig, mikor megyek körmöshöz, akkor mindig szoktam mondani, hogy a legkisebb méretre, amire tudod. Mindig ki is vannak a körmösök. Szóval én nagyon ilyen, hát az alapozó színét azt nem mindig szoktam eltalálni, amikor sötétebbet sikerült találnom. Szóval csak így. Hát remélem, most a sminkesek nem fognak megkövezni. Én ilyen nagyon minimálisan szoktam csak alapozni. Jó, most vastagnak tűnt, de mindjárt eltüntetem. Nagyon adja magát, és tényleg kikerülhetetlen, hogy egy ennyire szép, finomarcú, lányos lány, mint te, tényleg egy kickboxer, hogy valahogy annyira, hogyha beúnyom a szemem, és egy kickboxer csajra gondolok, akkor tényleg nem egy ilyen lány jut eszembe, és hogy ebben van egy ilyen nagyon, nagyon fura kettősség, meg abban is, hogy látszik, hogy tök jól megbarátkoztál azzal, és most már mered mondani, hogy szép vagy, ami szerintem nagyon klassz, és mersz neki örülni. De hogy eközben meg minden egyes nap az arcod tulajdonképpen azért veszélyben van az ütésektől. Tehát az, hogy elütik az orrodat, vagy eltörik valamit az arcodon, az benne van a pakliban. Igen. De úgy szoktam felmenni a ringbe, meg amúgy az edzésekre is, hogy ezekre nem gondolok. De tényleg, tehát ezzel számolni kell. És amúgy pár évvel is törték az orrcsontomat. És az egyik edző az egyből kórházba is küldött, hogy te egy olyan szép kislány vagy, Melinda, te nem engedheted meg magadnak, hogy ne tegyék helyére az orrodat. Úgyhogy most te most azonnal elmész a kórházba. És akkor helyre tették az orrodat? Igen. Szóval szerencsére nem durván tört, egy kicsi kis helyrehúzás elég volt. De ez is erről úgy beszélsz komolyan, mint amikor nem tudom, tehát én elmegyek az ujjba a gyerekét, egy kicsi kis helyrehúzás. Nem esett jól azért, főleg úgy, hogy ebbe az irányba tört, tehát mozdult el, és a Doki megfogta, és ebbe az irányba kezdte el húzni, tehát ugye a másikba kellett volna, és így mondom, de Doki, hát azt mondták a többiek, hogy a másik irányba kéne, és így leveszi a kezét, nézi, mond valamit, és akkor visszajött, és akkor megfogta. Igen. Hát nem esett túl jól. Úgyhogy igen, ez benne van, ezzel számolni kell. De hogyha ezen majd réznék, akkor biztos, hogy bemozzanék egy olyan sérülést, aha, ami szerintem... Nem félsz egyébként soha? De, minden egyes alkalommal meccsel, de hogy nem. És nem is félelem, mert inkább izgulás, de az nincs bennem, hogy most egy pityára törik az orromat például. Tehát, hogy így, ezek... A fájdalomtól se félsz? Hogyha jól felkészülök, akkor nem. A lelki fájdalomtól inkább az szokott bennem lenni, hogy ha mondjuk kijönnek ismerősök, rokonok, barátok, haverok, hogy mondjuk olyan bunyót hozok, amivel csalódást okozok nekik. Tehát ugye ez ilyen lelkileg szokott inkább feszélyezni a dolog, és nem is szoktam őket elhívni. Tényleg? Csak emiatt, mert ki vannak, hogy mikor mehetünk már egy mérkőzésedre, majd visszanézhetitek felvételen, ha olyan. Igen, ezek jobban stresszelnek. Az rosszabb, amikor kiindulnak a szeretteid, mint amikor nem megy ki senki megnézni? Hát ez is olyan kettős, nekem ez tényleg azon benne, hogy nem akarok nekik csalódást okozni, hogyha mondjuk veszítek, bár ott is van különbség győzelem és győzelemveszítés és veszítés között, de nem mindegy, hogy milyen bunyót hozol, és én mindig ettől tartok, hogy edzéseket is tartok, ugye, és én okoskodom, meg mondom, hogy mit, hogy kell, közben meg a meccsen nem tudom kivitelezni, bár teljesen más egy meccs körülmény, egy meccs szituáció, mint az, hogy most edzésen meg tud csinálni, de akkor is ez van bennem. Ha meg nem jönnek, akkor meg azon benne az emberben, hogy rám meg nem kíváncsiak. Azért kérdezem, szóval hogy... Szóval nagyon kettős a dolog.
Igen. Hát a szemöldökömet szoktam mindig egy kicsit elenyengedni. Ezt amúgy kitetováltuk azért, hogy a meccsre legyen szemöldököm, de kidobta a bőröm, úgyhogy majd újra kell ütni. Ezeket szoktam, ezt ilyen barna színnel szoktam kihúzni. Barnával. Barnával, mondom barnával. Ez ugye itt ez maga ez a vonal. Igazából ez szokott az alap lenni, hogy az mindig legyen szemöldököm. Egy kicsit itt a szemem alatt szoktam még, tényleg csak ilyen nagyon minimálisan. Csak éppen, hogy egy kicsit azért látszódjon is, de ne is legyen túl erős. Az Instagramodon láttam, ott van egy nagyon helyes dolog, az egyik képen edzel, valami nem létező gyakorlatsort csinálsz, amit így szemmel próbálok követni, és rögtön utána pedig egy ilyen nagyon szép selyem ruhában, egy ilyen valamilyen tök szép, nagyon-nagyon nőies ruhában vagy, szép sminkbe hajjal, egy ilyen nagyon szép művészi fotón, és ezek ilyen közvetlenül, talán egy van még valami közte, de hogy ezek így nagyon szorosan egymás után vannak. És annyira érdekes, mert ha külön-külön látnám a két képet, akkor tényleg nem látnék közös halmazt a kettő között. Én szeretek ilyen nagyon kettős dolgokat csinálni amúgy, tehát hogy ez egy kicsit ilyen két véglet, hogy ott van a sportoló, és akkor a másik fele pedig a kemény kickboxos csaj. Én ezt szeretem nagyon. És a legviccesebb, hogy az emberek ki se nézik belőlem. Melyiket? Melyiket az, nem hogy... nézik ki belőled, hogy csajoskodsz, vagy az, hogy... Hát mikor, hogy? Ugye most is ugye voltam a fotózáson, ilyen csajosban kellett lenni, jé, lánynak öltözött, tehát ilyen kommenteket kapok. A másik meg az, hogy hú, de szép vagy, hát ez nem is hiszük el, hogy te ilyen eredményeket tudsz magad mögött, hogy ilyen keményeket tudsz meg rúgsz. Úgyhogy ilyen nagyon kettős a dolog. Ez még az alap. Hát spirált szoktam néha, de edzések, tehát ugye mivel minden nap van bunyós edzés, nem szoktam igazából használni, mert az kopak lejön, és a másik, az mindig a Carmex, mert nagyon nem szeretem, hogy a száraz a szám. Rúzsozni nem szoktad? Színnel? Nem, ugye a hétköznapokban nem. És amikor mondjuk nagyon kicsíped magad, akkor az mi? Az neked mi? Akkor, hát ilyen nagyon durván erős rúzs is szokott lenni. De akkor vannak ilyen nagyon piros, meg nagyon pink, meg nagyon lila, nem tudom, hogy mik a te színeid. Igen. Tehát ilyen tényleg ilyen nagyon ilyen vörös rúzs. Én műszempillát nem tudok feltenni, de azért, hogyha mondjuk szólok a sminkesnek, akkor ő is szokott feldobni. Kicsit erősebb szemhéjon a festék, szóval azért beszoktunk durvulni néha, de mindig a főnököm is például mondja, hogy neked nem kell sok smink, meg ne erős sminkben menjek, a kevesebb több, de azért én így úgy vagyok vele, hogy azt gondolom, hogy néha belefér, mert annyira ritkán szoktam ilyenekben járkálni, hogy néha mehet a dolog. A hétköznapokon sportolónak öltözöl? Két edzés között, vagy csajnak? Hát így a kettő között. Szerintem ez is ilyen, amiben most jöttem, ilyen lazább, lezserebb, nem annyira fiús, nem is annyira lányos, összekentem mindent, bocsi. Nem baj. Én azt azért annyira nem szeretném, hogyha fiúnak néznének. De fiúnak senki nem fog téged már nézni az életbe, úgyhogy ez már nem fog veled megtörténni, remélem. Szerintem. Remélem. De abban van valami nagyon, nagyon menő, nem? Tehát, hogy az ilyen szexi, és nem tudom, hogy mi a férfiaknak a visszajelzése, de azért az egy nagyon szexi dolog, hogy egy szép, babarcú, gyönyörű, ragyogó, fehér fogsorú, egy ragyogó szemű csajszi egyébként valami olyat csinál, ami teljesen messze van attól, ahogy első ránézésre tűnik. Igen, imádják. Szeretik? Igen.
Mindig viccelődnek vele, hogy teszek fel ugye bunyós videókat. Igen, is, és látják, hogy hogy ütök, rúgok, és mindig viccelődnek vele, hogy hát azért én nem kötekednék veled, meg hogyha azt mondanád, hogy vigyem le a szemet, akkor egyben levinném, de amúgy szeretik, szeretik. Az, hogy ilyen végre eljött, az, amit te is mondtál, hogy megérdemled, és hogy az a rengeteg munka, mert szerintem itt egyszerűen arról van szó, hogy a rengeteg munka jött vissza, és nyilván párosul egyébként azzal, hogy ez egy jó kombó. Tehát, hogy ha nem lennél ennyire szép, meg nem lennél ennyire, most, és lehet, hogy ez most nem jó hallani, vagy nem tudom, ez most nem PC, amit mondok, de nyilván ez így együtt ilyen nagyon különleges és nagyon vonzó, és többek között emiatt is érheted be az a nagyon-nagyon sok munka, ami mögötted van. Igen, én is ezt gondolom amúgy, hogy szóval önmagában most csak azt akarom mondani, hogy ha mondjuk nem így néznél igen. ki, de ugyanezt a munkát beleraktad volna, akkor nem vagyok benne biztos, hogy hirtelen ekkorát robbant volna. Igen, ezzel én is egyetértek, és ezzel én is tisztában vagyok, úgyhogy mindig úgy vagyok vele, mindig mondom is a tanítványaimnak is, mikor edzést is tartok, vagy megyek valahova, hogy adjatok egy kis helyet, nem mindegy, hogy milyen fejjel tartom az edzést, ez hogy nyilván, hogy jól nézzek ki, meg hát most mennem kell, meg készülődöm, mert szépnek kell lenni, meg hogy igen, tehát hogy én ezen dolgozom is, hogy szép legyek, hogyha valahol megjelenek, akkor úgy is nézzek ki, mert igenis nagyon sokat számít, és tényleg, hogyha nem lenne mondjuk ennyire szép az arcom, és teszem hozzá mellesleg, nem tudnék beszélni, aha. akkor biztos, hogy nem hívnának ennyi helyre. Mi az, amit te mondjuk a leginkább mondasz azoknak a kis csikóknak, akik hozzád járnak edzésre, akiknek te erőt adsz, meg példát mutatsz, meg azt gondolják, hogy igenis van lehetőség, meg van kiút? Szerencsére hozzám nem olyanok járnak, vagy hát igen, szerencsére végül is, nem olyanok járnak, akik rossz körülmények között élnek, illetve nőttek fel, de mindig mondom nekik, hogy nézzék meg a videókat, az interjúkat, olvassák el a cikkeket, pontosan azért, hogy lássák, hogy honnan jöttem, és hogy miért okoskodom nekik, és aha. hogy lássák azt, hogy nem csak azok a körülmények vannak, mondjuk azok a jó körülmények, ahonnan ők jöttek, és mindig mondom neki például, amire figyeljenek, hogy nehogy kérdezzenek vissza, hogy mi van, meg mi. Tehát, hogy azért valamilyen szinten így próbálom tanítani őket, de nyilván nem okoskodni szeretnék, mert szerintem pont elég az, hogy látják ezeket az interjúkat, látják azt, hogy miről szól ez az egész, és szerintem itt már megvan az, hogy mondjuk tisztelnek és tartanak valamire. Tehát velük nem kell úgy idézőjelesen, nem kell úgy foglalkozni, mint egy olyan sráccal, aki mondjuk hátrányos helyzetből jön. De azt mondtad, hogy neked ez fontos, és hogy abszolút a fejedben van az, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozzál. Igen, és most hétvégén is például megyek ilyen otthonba. Igen, hát én azt gondolom, hogy lelkileg kell nagyon erre felkészülni, és mindig... Neked ez mennyire megy könnyen vagy nehezen? Mert nyilván most már egy ilyen tök jó biztonság, vagy hát remélem egy jó biztonság van körülötted. Nyilván a sikereid, amik objektív sikerek, mert bajnok vagy, azok távol tartják azokat a hangokat, amiket mondjuk korábban hallottál, vagy amiket korábban nem? Azért nem feltétlenül ismerik el még így is a tehetségemet, úgyhogy szerintem még ez is még dolgozik bennem, hogy ezért is szeretnék még meccsezni és megmutatni. Most például, hogy van már erőléti edzőm, hogy fejben is már jó helyen vagyok, jó edzőm van, most már van erőléti edzőm is, és hogy ez a kettő mit hoz össze, mert azért még nem feltétlenül gondolom azt, hogy elismerik azt, amit letettem az asztalra. De szerinted, hogyha ugyanezeket az eredményeket egy nem roma csaj hozná, akkor azt elismernék, és akkor az ilyen sima ügy lenne? Még vagy... abban sem vagyok biztos amúgy. Akkor mi az, amiért nem? Tehát ez minek köszönhető, hogy egyszerűen a tényekre azt mondod, hogy még lehet, hogy ami eddig történt, az sem elég, pedig hát azokat nem nagyon lehet magyarázni. Itt mindig megmagyarázzak az, hogy szerencséje volt. A ringben van szerencse? A sorsolásoknál igen. De amikor már ott vagy bent. Tehát tud valaki akkor a mázist elni, hogyha nem rohadt jó, akkor ne üssék ki?
Hát, nem tudom, elki vagy, ha nagyon gyorsan szaladsz akkor, hiszen gyors vagy. Hát ringből nem tudsz kiszaladni. Szóval nem feltétlenül ismerik el, de igazából ezzel én azt mondom, nincs is gond, mert egyfajta kihívás nekem is, meg motiváció, hogy igenis megmutassam azt, hogy nem csak a szerencsének köszönhetem mondjuk a VB bronzérmemet, vagy nem csak a szerencsének köszönhetem, hogy ezt is ezt legyőztem, de ez olyan, hogy tényleg valakinek most jobb napja van, valakinek rosszabb napja van. Én igazából csak azzal nem vagyok megbarátkozva, azzal a gondolattal, hogy tényleg van, akinek rosszabb napja van, van, akinek jobb napja van, hogy magát a tehetséget, tehát az, hogy te tehetséges vagy, azt nem ismerik el. Ki? Szakma. Ezzel is meg kell küzdeni? Ezt például nem hogy gondoltam. Hogy ne kellene. Ezt például nem gondoltam. De, hogy nem, szerintem mindenhol meg kell amúgy küzdeni. Igen. Ezt mondjuk most így nem feltétlenül a származásra mondom, szerintem mindenkinek, de szerintem ezzel nincs gond. És például a csajoknak nehezebb, mint a fiúknak? Tehát ott van például egy ilyen hátrányosabb megkülönböztetés? Igen. Pontosan ezért, mert szép kislány, mint most ugye a saját példából Igen. indulok ki. Tehát egy szép kislány az... Ő nem tud úgy ütni, ő nem tud úgy rúgni, ő nem olyan erős, félti az arcát, csajoskodik, igen, vannak ilyenek, úgyhogy, sőt, ezzel nekem is kellett még az elején küzdenem. Mikor az edzéseket tartottam akkor is, hogy én ne oktassak már ki egy fiút mondjuk, pedig ugye azért jön hozzám, hogy segítsek neki. Nyilván vannak olyanok, akik mondjuk erősebbek, és erőből mondjuk meg tudnak venni, de technikából mondjuk senki. És ilyen szempontból is azért nehéz velük, vagy ha kiadok egy feladatot, akkor kicsit elkezdenek okoskodni, hogy ez minek, ez nem így van, ez nem jó semmire, szóval azért vannak itt ilyenek, de szerencsére szerintem azért most már látják, hogy mennyi melót beletettem, meg hogy mi van a hátam mögött, most már azért ilyenek nem fordulnak elő. Ugye a beszélgetés elején mondtad, hogy volt egy csomó helyzet, amikor ilyen kimondatlanul a származásod miatt gyakorlatilag nem kerültél be helyekre, ahol egyébként ott lett volna a helyed, és ez egy objektív dolog. Azt, hogy most felnőttként, sikeres felnőtt nőként találkozol a rasszizmussal? Igen, sajnos igen. Ezt is amúgy a Geszti Péter mondta, hogy ha az ember nem ismert, akkor ítélkeznek rajta kegyetlenül. És pár hónapja, talán egy éve én is ezzel találkoztam. Én azt mondom, nem kell, hogy mindenki ismerje, mert miért kellene. Bementem egy albérletet keresni, megnézni a lakást, és láttam, hogy nem kívánatos személy vagyok ott. Tehát az, amikor úgy várnak, hogy nem várnak igazából, hogy a fenébe, hogy neked kellett idejönnöd, hogy de ahhoz meg nincs bátorságom, hogy elküldjem, mondja. Hanem jó, gyorsan letudjuk ezt az egészet. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy persze lehet ítélkezni, meg bőrszín, meg hasonlók, de hogyha én nem teszek semmiért, akkor miért? Nem úgy öltöztem fel, mint egy csöves, nem úgy beszéltem, mint egy... Nem tudom miért, kultúrát voltam, nem is késtem, és mégis elítélnek az alapján, hogy te roma származású vagy. Aztán amikor megtudták, hogy ki vagyok, mert hallott a nő beszélni egy interjúban a rádióban, akkor megint egy éles fordulat, hangnemváltás, de aztán estére megírtak egy üzenetet, hogy úgy adódott, véletlenül pont kiderült, hogy a családban más is keres egy albérletet, és inkább neki adjuk ki a lakást. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem véletlenül történt így. Biztos vagyok benne, hogy a roma származásom miatt, és borzasztó rosszul esik. De nem kell, hogy mindenki szeresse, meg nem kell, hogy oda legyenek értem, de hogyha én nem csinálok semmi olyat, amivel bántanám a másik embert, akkor velem miért kell így viselkedni? Mert ugye nyilván arról nem tehetek, hogy roma származásúnak születtem. Hát meg azt a büszkeséget, amiről beszéltünk, azt nekik is hozod. Hát az mindenki büszkesége, az egész ország büszkesége. Legalábbis annak kellene, hogy legyen, igen. Szerinted
Én azt gondolom, hogy te azért is adsz ennyi interjút, mert ez tényleg nagyon-nagyon sokat számít, és rád odafigyelnek, és te most abban a helyzetben vagy, hogy tényleg elmondj olyanokat, amit hiába mondana bárki más rajtad kívül, hogy te egy női magazin címlapján, címlap interjújában is beszélhetsz arról, amire eddig esetleg nem volt másnak esélye. Na, hogy látod, hogy mondjuk most, vagy 10 éve, vagy 5 év múlva változik, vagy változhat Magyarországon a rasszizmus, vagy ez? Remélem, de szerintem nem fog sosem. Mindig lesznek olyan emberek, akik felbújtják a másikat, és akiknek a gondolkodásmódja egyáltalán nem változik, és ezt a következő generációra, aki mögötte van, ugyanezt fogja rányomni. Tehát a gyerekeiknek azt tanítják? Igen, és mindig lesznek olyan romák valószínűleg, akik tényleg nem a jó példát hozzák, hanem a negatívat, és ez meg ugye alátámasztja azokat. Mint ahogy nem romák is vannak, akik elég gyakran napi szinten csinálják a nem jó példát, igen, és mégsem számít. Igen, de ezt nem jegyzik meg az emberek, csak azt, hogy a romák mit csinálnak. Szerinted, vagy nem tudom, egyáltalán elgondolkoztál azon, hogy például külföldön megnézted, hogy milyen élni, vagy hogy külföldön esetleg megpróbáld azt, hogy milyen, amikor mondjuk nem találkozol ilyen szintű rasszizmussal? Igen, ezt már sokan mondták, hogy ott már, hogyha külföldre megyek, akkor már így befutottam volna, meg nem értek volna ilyen megkülönböztetések, de igazából én egy kicsit félek attól, hogy ott is ugyanez lenne. Egyrészt, másrészt nem tudok közlekedni. Én igazából félek, hogy ott is ugyanez lenne. Most már itt azért valamilyen szinten elfogadnak és szeretnek. Most, hogy oda kimennék, és ezzel kellene újra találkozom, azt nem tudom, hogy lelkileg hogy viselném. Ez egy borzasztó rossz érzés, amikor bántják az embert olyan miatt, amiről nem tehet. És ott ráadásul tényleg teljesen egyedül lennék, tehát nem is tudnék senkihez fordulni. Mert itt azért itt van a Gabi, itt már azért vannak barátaim, ott meg senki nem lenne. És azért ezt így egyedül végigcsinálni. Amikor az ember elér egy korba, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy mennyi mindent megcsinált már, meg hogy mi van mögötte, hogy milyen sikerek. És hát neked ebből tényleg rengeteg van. Ráadásul neked küldetésed is van azzal a sikerrel, amit elérsz. És megvan mindened hozzá, hogy ezt átalakíts. Tehát, hogy azt a sok ütést, meg azt a sok győzelmet, ami ugye a ringben megtörtént, azt egy misszióvá valahogy átformáld. Én nem tudom, hogy neked ez mennyire van a fejedben, hogy ez mekkora lehetőség, vagy hogy ez milyen gyönyörű feladat, vagy mekkora feladat, vagy milyen rohadt nehéz feladat egyébként. Igen, ez mind így, ahogy mondod, és említetted az előbb, hogy rengeteg interjút adok. Azért nem mindenkinek, nem mindent vállalok el, azt azért át szoktam gondolni, de tény, hogy sokat el szoktam vállalni, azért, mert úgy érzem, hogy azok olyan platformok, ahol érdemes nyilatkozni és interjút adni, és nem azért mondom el 55-ödjére is, mert nekem nincs más sztorim, hanem azért, mert az embereket ez érdekli, ebből tudnak táplálkozni, motiválódni és erőt meríteni, és ez kell nekik. És rengeteg sok hátrányos helyzetű gyerek van, felnőtt is, akiknek szükségük van erre, sőt, nem csak hátrányos helyzetű gyerekeknek, és én ezért megyek és adok rengeteg interjút, mert sose gondoltam volna, de ez tényleg rengeteget ad nekik, és tényleg rengeteg üzenetet kapok, hogy most elkezdtem edzeni, most látom, hogy te hogy élsz, most látom, hogy nekem milyen életem volt, és igazából elszégyellem magam, hogy ilyen apróságok miatt bánkódom, meg rinyálok, és igen, ez egy hatalmas felelősség is, hogy ezt jól csináld, és ha már csináld, akkor az tényleg így teljes szívből, és én azt gondolom amúgy, hogy most én járok ki, meg megyek majd alapítványokhoz, meg nevelőotthonokba, de egy alkalom az nagyon kevés lesz nekik, hogy segíts, úgyhogy, mert ezen is kell valamit kicsit okoskodni, hogy ezt hogy lehetne jobbá tenni, hogy tényleg ne egy alkalom legyen, mert hát az... Hát igen, azért te most, ráadásul nőként, és szerintem ez is egy ilyen nagyon szép feladat,
nőként egy ilyen férfi világban, most abszolút a kickboxra gondolok, onnan, ahonnan érkeztél, egy csomó minden, amin keresztül mentél, azért így abszolút az emblematikus figurája lehetsz, vagy egy olyan emblémája lehetsz egy ügynek, ami szerintem nagyon fontos Magyarországon, és ez szól a romákról, ez szól a nőkről, ez szól a szegénységről, ez szól a nevelőszülőkről, tehát egy csomó minden van. Ráadásul te nagyon klasszul beszélsz, tehát tényleg nagyon szépen fejezed ki magad, gyönyörűen beszélsz, mindent olyan nagyon szépen, érzékenyen, jól mondasz el, szóval, hogy gyakorlatilag ez egy akkora és annyira szép feladat, hogy most, ahogy így végig gondolom, ezt nem is gondoltam végig, mielőtt jöttél, hogy mennyi minden oldalról lehet megközelíteni azt, amit te képviselsz, de hogy tényleg szinte mindenki talál valamit a te történetedben és a te kiállásodban, amihez lehet csatlakozni, vagy amihez igen, hozzá lehet kapcsolódni. Igen, és rengeteg üzenetet kapok ezzel kapcsolatosan. Van, aki a csaj részéről, van, aki a sport részéről, van, aki az emberi részéről, van, aki a hátrányos helyzetről, tehát hogy így rengeteg témakörben tudnak azonosulni, és szerintem tök jó érzés, vagy hát én úgy élem meg, hogy segíthetek nekik. És én amúgy azt szoktam mondani, hogy jöjjenek edzésre, mert az mindenem fog nekik segíteni. Meg hát te azzal segítesz most, hogyha beszélsz. Igen, csak mert azért olvasok olyanokat, hogy jaj, meddig fog még erről beszélni, hányszor mondja még ezt el, de igazából kell, hogy beszéljen az ember róla, és ezt nem tudják megérteni, hogy miért mindig erről beszélsz, meg így írnak privát üzenetben, hogy jó, hát hallottuk már elégszer, jó, de nem muszáj engem követni, nem muszáj engem figyelni. Az embereknek kell, én azt gondolom, egy pozitív erő, egy hatalmas motiváció, hogy tényleg ne csak a rosszat hallják, mert a hírekben folyamatosan csak a rossz hírek vannak, és nem lehet ilyenben élni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.